Kedes kedves hallgatóink, üdvözlünk titeket a kontrában. Én Grósz Béla vagyok. Én pedig Bognár Tamás. a adásunkban pedig arról lesz szó, hogy mire kell odafigyelni, amikor az utánpótlást szeretnénk két kerékre ültetni. Ez egy elég egyszerű témának tűnik elsőre, de kellő mennyiségű buktatóval rendelkezik, mint ahogy maga a gyereknevelés. Tomi, talán te ebbe azért sokkal több tapasztalattal rendelkezel, mint én, úgyhogy átadom neked a szót. Igen, elsőre hogy a gyerekbringa választás az egy tök egyszerű dolognak tűnik, mint ahogy a gyereknevelés is, hiszen mindenki ért hozzá, de valójában, tehát szerintem kettő podcastet meg lehetne egyébként tölteni ezzel. Én próbáltam a vázlatot úgy megírni, hogy lehetőleg beleférjünk egybe, mert, mert igazából ezen dől el az, hogy a gyerekünk az akar-e majd kerékpározni, hiszen vannak olyan lépések, ahol olyan szinten meg lehet utáltatni vele ezt az egész kétkerekű közlekedést, hogy, hogy többet látni sem akarja, és ugye alapvetően, ha hallgatod ezt a podcastet, akkor valószínűleg nem ez a tervet, meg hogy legyen, megutáltasd a, a gyerekkel a, a Már ugye egyszer feldolgoztuk ezt a bringa választást az egyik első adásunkban, úgyhogy, hogyha érdekel titeket az a téma, hogy hogyan választhatok bringát, nem csak gyereket, hanem mondjuk egy montit vagy egy országutit, akkor szeretettel meg hívva, hogy megnézzétek az archív fájjainkat, ahol darabokra szedjük ezt a témát és ennek a buktatóit. És akkor most okulva az eddigi hibáimból üdvözölném itt a műsor elején a törzs és azokat, akik Patreonon támogatnak minket. Köszönjük szépen, srácok, nagyon menők vagytok. Reméljük, hogy a táborotok csak gyarapodni fog idővel. Kontra Podcast címen találtok meg minket, és egy belső áráért már tudtok minket támogatni. Úgyhogy hajrá, hajrá. Ugye ne ugorjunk bele ilyen gyorsan az egész gyerekbringás történetbe, hiszen olyan történések voltak a héten így a kerékpár világában, amire, amiről szerintem egy, nem sokat, de egy pár mondatot illene beszélni. Gondolok itt Fabio Jakobzennek a hatalmas bukására a lengyel körversenyen. Ugye itt most országúti kerékpár sportról beszélünk. Szerintem nincs ma Magyarországon egy olyan ember, aki, egy, aki, bármilyen sportot egy picit is kedvel, és ezt a bukást ne látta volna valahol a, a YouTube-on, a Facebookon, az interneten. Hát egyrészt öröm volt látni, hogy újra elindult a nemzetközi bringás élet. És ugye a lengyel körverseny, amin Walter Atti is ott volt, útnak indult, de rögtön az első szakaszon egy olyan bukás volt, amin láthatod, hogy ez nagyon-nagyon nem oké, okay, amit történik. Nyilván a legtöbb bukásnál az ember nem örül, na jó, kivéve amikor önhibával és balfékségből esnek, és ilyen kicsit ilyen Benny Hill show jellegű az egész, de itt azért láttad, hogy ez nagyon-nagyon ez duró, -nagyon durva, amit zajlik összefoglalva a történteket. A lengyel szakasz első befutóján azért a szervezők is rendesen kitettek mókért, hogy ez a baleset megtörténhessen, ugyanis ez egy klasszikus befutó, már többször itt jöttek be lejtőn lefelé. Ezért sprint nem 40-50-nel történik, így közhidelme ellentétben, hanem itt 70-nel, sőt, lejtőn lefelé, ugye 80-an fölött mennek a srácok. Úgyhogy megfelelően nagy jelentőséggel bír egy-egy kilengés egy kézmozdulat. És ez történt itt is, itt a holland Grönövégen megfogta, egyrészt többször sávot váltott, ami szabálytalan a sprintben, és utána megfogta, és még bele lökte a másik holland Jakobszent a palánkokba. Igen, viszont én megpróbálok kicsit az ördög ügyvédje lenni, bár tényleg, tehát így visszanéztem sok nézetből a, a, bukást, az borzalmas volt, tehát ezt úgy képzeljétek el, hogy mennek 70-80 között a bringások egymástól centikre, majd Grönevégen lezárja úgy a palánk felé a másik versenyzőt, hogy még rá is segít egy kicsit könyökkel. Emberünk beleakad a kordonba, és gyakorlatilag neki csapódik a célkapunak. Ugye itt hát mind a kordon, mind a célkapu ilyen betontömbökkel biztosított fém ami jót tesz általában a 70-80-nal belecsapódó bringásoknak. Tehát alapvetően azt mondnám, hogy oké, verseny Tehát láttunk már ugyanilyen meg ehhez hasonló leszorításokat, kiszorításokat, könyökléseket, amik bukással is végződtek, csak nem sérült meg soha ilyen, ilyen durván egy versenyző sem, ezért általában ilyen oké okay, versenybaleset benne van címszóval, ugye mindenki túllép rajta. Itt viszont szegény srácot napokig mesterséges kómába tartották, és pont ma olvastam, hogy alapvetően minden az csontja összetört a srácnak, és az, azt hiszem az összes fogát elvesztette. Tehát, hogy az ő felépülése az nem lesz egy egyszerű történet, és ha minden az, akkor vagy e héten, vagy a jövő héten Gróne végen be is megy hozzá a kórházba. Azt szerintem egyikük számára sem lesz egy, egy nagyon felhőtlen találkozás, hiszen oki szabálytalan volt az egyik versenyző, de tényleg tehát ott a versenyhebíve 70-nel, 195-ös púzussal azért máshogy történnek a dolgok. Bár erről te jobban tudnál mesélni, mert mondjuk én nem országúti versenyeztem soha. El tudja az ember kapni a hív nyilván, de nekem az első, ami eszembe jutott így a bukást látva, aztán a 2017-es túr Szagán és Kevend is bukás, ahol Szagani majdnem ugyanígy belökte a másik, a szerencsétlen Kevendist a kordonhoz. De nyilván, tehát hogy nem fair így valakit meglökni, mert nem tudod, hogy mi történik, és itt azért nagyon-nagyon sok dolog közrejátszott. Szar volt a kordon, lejtős lefelé, Grüne végen meglökte, és nyilván az ember ebbe a helyzetbe csak azt reméli, hogy felépül Jakobsen, és itt most nem feltétlenül no, elsősorban csak mint sportoló, hanem ilyen sérüléseknél, mint ember, hogy épülsz fel. Igen, igen. De hát ha csak szigorúan nézzük, egy kordonnak sem az a funkciója, hogy rácsavarodj el, meg mindenkit ledöntsön a lábáról, hanem az, hogy kvázi visszatereljen. Ez olyan, mintha az útszélén a szalakkorlát semmit nem tartal, hanem rögtön kidőlne alólad. Tehát, hogy pont azt a funkciót nem látná el, amit kell. De hogy beszéljünk egy kicsit vidámabb dologról is, ugye itt volt a az első olyan komolyabb országúti verseny, ahol a profi csapatok is teljes sorral indultak. Ez a Tour de l'Ain, vagy én nem is tudom, hogy kell kimondani, leírni is. Kiváló a franciád, monsieur Thomas. És ehhez nem merem elárulni, hogy négy évig kényszerítettek középiskolában arról, hogy franciát tanuljak. <laughs> Biztos rá volták ott a tanárnőre. <laughs> nem, inkább nem, nem is, nem is akarok visszagondolni rá. Akkor mondd ki, hogy kell ezt, hogy kell ezt helyesen. Tour de l'Ain. az. Ahol ugye Erik a magyar versenyző, ötödik lett, és igazából nem is az ötödik helye annyira, az annyira durva, persze nyilván az is, hanem az, hogy milyen versenyzőket utasított maga mögé. Hát gyakorlatilag arról beszélhetünk, hogy ez egy mini-túr volt, bár igazából most, ami indult a verseny, minden verseny egy mini-túr, mert mindenki versenyző jövő évi szerződéséért, és Erik előtt és közvetlenül mögött olyan versenyzők voltak, mint Roglic, Dömulen, vagy Froome. Dura volt látni, hogy Erikot előre keveredett a top-top-top srácok közé. Hát és nem utolsó sorban ez a magyar kerékpársport számára egy nagyon jelentős fény az olagút végén, hogy ennyi fiatal ilyen eredményeket hoz, mint az Erik, Walterati, Vaskata. Le a gyerekek. Örülök, hogy már nem csak egy-egy eredmény van elvétve húsz évente arról nem beszél, hogy Eriket megkérdezi, hogy megkérdezik esetek, hogy és ki mögötted? Hát nem tudom, mint a Chris <laughs> Mert ugye Chris mögötte jött be a célba. De azt se felejtsük el megemlíteni, hogy Dina Marci is ott volt Erik csapatában, és ő is elég keményen tolta. Lehet, hogy elég jó az a műbőrös hűsli, amit a kométában osztogatnak nekik. Tehát igazából most azt mondhatjuk, hogy három olyan magyar versenyző van az országúti kerékpársportban, aki sokra viheti. Hát illetve azért ne feledkezzünk meg Pák Barnáról, aki a fekete ló önnek is sajnos a szezon kezdete eléggé elcsúszott egy sérülés miatt, és nem tudott itt a Covid meg a sérülése miatt bizonyítani a tavaszi korai versenyeken. Úgynál még azért kíváncsian várjuk, hogy mi van a tarsolyba. És még egy dolog volt, amiről így, így röviden akartunk beszélni, ez pedig az, hogy ugye, amikor volt a Tiszató kerékpáros hídjainak az átadása, akkor ugye az aktuális politikai fejesek beszéltek arról, hogy érkezik az elektromos bringákra a támogatási rendszer, ami ugye volt elektromos autóra és elektromos motorkerékpárokra is. Egyelőre sokat nem lehet még róla elárulni, mert nincsen még véglegesítve a terv, de hamarosan érkezni fog, már valószínűleg nem az idei évben, hanem a jövő év elején. De végre, végre a kerékpárosokat is, meg az elektromos kerékpárosokat is a közlekedőkhöz fogják sorolni, hiszen ha egy elektromos autó és egy elektromos motorkerékpár kaphat támogatást, akkor az elektromos bringa miért ne? Úgyhogy kíváncsian várjuk, hogy mi lesz belőle. Csak nehogy aztán annyira kiadja el információkat Tomikám, hogy aztán ért egy jön egy kübelvágen, amelyik elvisz. Megáll a fekete volga a ház előtt. Így, így. Fekete volga vagy fekete volvó egy gyárból jön. De csapjunk is akkor bele, Tomi, a gyerekbringa témába, ugyanis már beharangoztat, hogy azért egy relatív egyszerű témának, meg egy letudós témának tűnik ez a gyerekbringa téma. Húsvétkor veszünk Juniornak egy bicót, aztán a következő szezonban maximum eladjuk de azért ez nem ilyen egyszerű alapszinten hogyan kezdeni el mondjuk választani gyereknek bringát? Hát ott kezdeném egészen a dolgot, hogy ugye a legtöbb ember nem is ismeri, nem véletlenül igazából soha sehol nem kapott nagy publicitást az, hogy vannak futóbiciklik. Tehát alapvetően én nem is a pedálossal kezdeném el, és nem is azzal kezdtem el a saját gyerekeimnél sem a kerékpározás tanítását. A futóbiciknek az a nagy előnye, hogy már akkor tud vele egyensúlyozni a gyerek, amikor még kört hajtani képtelen lenne. Tehát itt, itt, tényleg ilyen, gyakorlatilag amikor már, amikor már simán tud szaladgálni, meg, meg stabilan áll, meg egyebek, akkor már a futóbringát, tehát mondjuk ilyen másfél-két éves kortól lehet használni. Persze itt már bejön annak a kérdése, amit sokszor fogunk taglalni, hogy milyen minőségűt és milyen geometriájút veszel, mert vannak olyan futóbiciklik, amik olyan magas építésűek, hogy gyakorlatilag egy másfél-két éves gyereknek képtelenség leengedni annyira a nyerget, hogy jó legyen. Tehát itt is baromi fontos lesz az, hogy mennyi a belső lábhossza a gyereknek, és ezt bringaválasztás előtt nézzük meg, mérjük meg, és hasonlítsuk a kerékpárhoz. Mert ugye a futóbringánál is le kell tudni annyira engedni a nyerget, hogy a gyerek gyakorlatilag egy kicsit rogyasztott térdel, de nagyon stabilan tudjon vele szaladgálni. Tehát itt még abszolút nem az a beállítás az igaz, mint a, a nagyobb bicikliknél, hogy ugye lábújhegy érjen csak le a földre, akkor jó a nyereg magasság. Most ez egy ilyen nagyon nagyon leegyszerűsített módon. Tehát igazából a gyerekeket a futóbringával lehet először a kerékpározás felé terelni, és igazából, ha nem is akarod, hogy bringás legyen, akkor is jó a futóbringa, mert olyan szinten fejleszti a mozgás koordinációt, a, a kezek, lábak összehangolását, a kanyarodást, ellenkormányzást, ilyeneket, hogy, hogy, igazából nem. Tehát, oké, okay, vannak ezek a motorok, de azok, azok meg ugye gyakorlatilag szögletes keréken gurulnak pont a stabilitás miatt tehát azokat nem sorolnám a futóbiciklik közé. Ezekkel brutális eredményeket lehet elérni a gyerekeknél. Például azoknál is, tehát azoknak kifejezetten ajánlják, akik valamilyen mozgás koordinációs problémával rendelkeznek, mert ugye ez egy játék igazából neki, és baromi gyorsan tud vele fejlődni. És általában a 10-es vagy 12-es kerekűek a futóbiciklik is, tehát, tehát nem kell őket a 12-es kerekű bringák közé sorolni, de, de ugyanolyan kerékmérettel rendelkeznek. Igen, és jól tudom, hogy még úgy is javasolják egyébként ezeket a futóbringákat, hogyha régen ugye én például támasztókerékkel tanultam meg bringázni, de hogy az meg ugye pont, hogy nem segítette az egyensúlynak a kialakulását, ugyanis ott volt ugye a mankókerék, de ezáltal, hogyha a gyerek megtanul például dülöngélni, meg hogy gurulni ezzel, akkor már ugye ő egy sokkal alacsonyabb sebességgel megtanulja azt az egyensúlyot és koordinációt, amire majd a jövőben szüksége lesz igen, bár ez, ez, nagyon gyerekfüggő, tehát nálunk például a, a fiam, ő nagyon későn tanult meg pótkerék nélkül menni, annak ellenére, hogy futóbiciklivel kezdett, mert, mert nála valahogy egy ilyen fejben dőlt el az, hogy nem akarta, hogy levegyük a pótkereket. Tehát én már odáig eljutottam a végén, hogy így meghajlítottam azt a, ugye ez egy ilyen derékszögű vason van ugye az a szükség pótkerék, és meghajlítottam annyira, hogy már csak a kanyarokba ért le, de, de fejben még mindig az volt neki, hogy, hogy kell a pótkerék, és nem is tudom valami, pont valamit nagyon szeretett volna, valami játékot, és, és, annak a azt akkor kaphatta csak meg, hogyha levettük a, a, pótkereket, és aztán nyilván tehát kettő métert kellett vele futni, és önállóan biciklizett, hiszen tehát a tudás meg volt hozzá, csak fejbe valahogy ez nem dőlt el. Tehát nála például ilyen majdnem hat éves koráig fönt volt a pótkerék a bringán, ami mondjuk úgy, hogy nem megszokott, tehát általában ilyen ilyen négy éves kor környékén már a 12-es biciklin ugye lekerülnek a, a kitámasztó kerekek. Viszont az is tény, hogy, hogy nálunk a gyerek nagyon sokáig a futó biciklivel ment, tehát neki utána 16-os bringa lett a következő, nem 12-es pedálos. Itt most szerintem tegyük is egy kicsit tisztább azt, hogy ugye az, hogy 12-es, 16-os, 20-as, 24-es, az nem a vázméretet jelenti, mint a felnőtt bicikliknél, hanem a keréknek a, az átmérőjét szólban. A gyerekbringákat ezt szerint választjuk ki. Tehát mi kihagytuk a fiúnál, a 12-es bringát, és a futó bringáról egyből 16-osra váltottunk át, ami egyébként a sznopságomnak köszönhetően egy meglehetősen szar bicikli lett, mert mindenképp valami márkásat szerettem volna neki. A Specialized-nak pont annyit késett a szállítmánya, hogy ilyen szület születésnapra kapta volna, hogy ugye ott nem lehetett módosítani a dátumon, tehát SOS-ben az utolsó héten keresnem kellett valamit, itt sikerült vennem egy acélvázas trekket, ami igazából egy tök szép bicikli volt, baromira örült neki a gyerek, mert jól nézett ki, rajtszám az oldalán egyebek, de mondjuk konkrétan sérvet kaptam, mikor fel akartam emelni, ami az egyik legrosszabb tulajdonság a gyerekbicikliknél. Mert ugye, ha, ha azon gondolkozunk, hogy mondjuk egy, egy olyan gyerek, aki 16-os bringát hajt, az ugye nagyjából 4 és 7 éves kor között van, hát ez súlyban nagyjából szerintem ilyen 20 kilós súlyt jelenthet a gyerekeknél, nyilván testfelépítéstől függően, és most gondoljuk el, hogy ehhez van egy 12 kilós biciklije. Tehát ez azt jelenti, hogy egy, mondjuk egy 80 kilós felnőttnek egy 45 kilós biciklivel kéne bicikliznie. Tehát, hogy a gyerekeknél az, hogy könnyű legyen a bicikli, az, az hatványozottabban igaz, mint a felnőtteknél, mert egyszerűen a test képest nagyon brutális arányok tudnak kijönni. Szóval olyan, mintha egy picit nehezebb bubival bringáznék el. Hát gyakor gyakorlatilag olyan, mintha egy bubival kellene közlekedned fel dobogókőre, vagy mondjuk akár csak a városban is. Tehát meg lehet oldani, csak nem túl, nem túl jó. És ugye itt is visszajön az, hogy ne utáltassuk már meg a gyerekkel a biciklizést. Tehát ha, ha a gyerek mondjuk egy vékonyabb csontozatú, ott ugye hatványozottan jelen lesz az, hogyha nehéz biciklije van és, és gyakorlatilag megutálhatja a kerékpározás, bár valószínűleg kimondani így nem fogja, de nem fog szeretni menni vele, mert mindenki ott fogja hagyni a, a haverok közül, meg nehéz lesz manőverezni vele egyebek. Tehát, hogy nagyon lényeges, hogy a gyerekbringa könnyű legyen. Mind múlik az egyébként, hogy kihajtatok egy méretet, így ebből a 12-16-20-as spektrumból? Hát nekünk a 20-as is kimaradt, tehát hogy ez, ez nagyon függ attól, tehát én mindig azt mondom, hogy az egész gyerekbicikli választást, meg hogy milyen méret után mi következik, azt annak kell meghatároznia, hogy a gyerek hogy fejlődik, és ahhoz igazodjon az egész történet. Tehát nálunk nagyon sokáig elment a futó korszak, mert egyszerűen nem tudott körtekerni ugye kipróbáltunk, felültettem mint 12-es biciklikre, nem igazán ment a körtekerése, az amúgy is egyébként nehéz lépcső egy gyereknek, mert ugye meg kell tanulni nem csak digitálisan föl a lábadat, hanem, hanem forgatni, ezt, ez nem egyszerű megtanulni, és utána pedig már olyan magas volt a gyerek, tehát már fura ki volt húzva a futóbringának a, a nyerge, hogy ugye ennek a treknek azért az volt a nagy előnye, hogy ezt valóban gyerekeknek tervezték, és nem egy kínai tucat kerékpár volt, ezért nagyon alacsony volt a, a nyeregmagasság is, tehát ahonnan indult a nyereg és nagyon rövid volt a felső csőhoz, tehát a gyereknek nem kellett kinyújtózkodnia rajta, mert azért van nagyon sok olyan 16-os bicikli, ami olyan brutálisan magas és hosszú, hogy igazából nem is értem, hogy hogy, hogy rakhatnak alá ilyen pici mert már bőven 20 kéne lennie. Tehát itt is bejön az, hogy, hogy nagyon figyelni kell azt, hogy milyen geometriájú a kerékpár, ami nyilván egy átlagos szülő ezekkel így nincs tisztában, de szerintem pont ezért beszélünk róla, hogy, tehát látni kell azt, hogy ha minél alacsonyabbról indul a biciklinek a nyerge, akkor ugye először az a jó, hogy minél alacsonyabban ül a gyerek, hiszen kapott egy nagyobb kerékméretet, meg kell, meg kell tanulnia a stabilitást a bringán, a bringa súlyához hozzáerősödni, stb. És hogyha ezt egy bizonytalan üléspozícióban kell elvégeznie, mert mondjuk nem tud telitalpan lelépni róla eleinte csak lábújhegyen vagy félredőlve, nem lesz meg az a biztonsági érzete, hogy ő akarjon kerékpározni. Tehát nálunk egy nagyon alacsony 16-os volt ugye a köz következő lépcső, és ezt is nagyon sokáig használta. Ugye, ahogy mondtam, nagyjából 5-6 éves kor között vettük le egyáltalán a pótkereket róla. Ezért a következő lépcső az már nem a 20-as volt, hanem a 24-es. 24-esből pedig sikerült egy barátomtól szerezni a fia által használt egy csúcs Merida Metz Junior bringát, ami tehát mintha ilyen bolti ilyen 200 ezer forint környéke volt, ezt nyilván én sem akartam kifizetni, még bringásként sem, ezért használtam, vettem meg, de tökéletes állapotban. Az, Ott, ott szintén az volt a lényeg, hogy rövid felsőcsőhoz és nagyon alacsony építésű váz, tehát megint csak tök simán tudott vele biciklizni az első perctől kezdve, nem volt az, hogy nem tud róla leugrani, nem tud róla leszállni, felszállni, nagyon nyújtózkodni kell, nem tud kanyarodni. Úgyhogy ezzel a 24, éves, 24 es bringával megy, gyakorlatilag még most is. Jövőre már cserélni kell, mert most már gyakorlatilag már hosszú stuszni van benne, már maximumra ki van húzva a nyereg. Most viszont ugye létezik egy olyan kategória, hogy junior 26, tehát 26-os kerekű bicikli, de még gyerek geometria. Viszont odattam neki az én abszolút nem neki való méretű 650B-s bringámat, és gyakorlatilag gond nélkül tudott vele menni. Tehát egy egy rövidebb építésű 650B-s kerékkel szerelt Monti, az teljesen jó lesz neki, mert azért a junior 26-os biciklik, azok elég horrorárva vannak ahhoz, hogy mondjuk nagyjából egy, egy, vagy két évig használja őket. Tehát ott tényleg lehet már nyerni egy rövidebb kormányszár cserével, vagy egy, vagy egy nem hátrahajló nyerekcső cserével azzal, hogy, hogy tudjon vele közlekedni. Úgyhogy, úgyhogy ezeket a, ezeket a lépcsőket nagyon a gyerekhez kell igazítani, mert nagyon sok olyan lépcső van, ahol el lehet rontani azt, hogy a gyereknek elmenjen a kedvetőle. Szóval nálunk a lányomnál Borinál sem volt egyszerű az ötlet, ő is nagyon sokáig futóbringázott, viszont ő utána egy csajos CTM 16-os biciklire váltott, viszont azt olyan sokáig használta most, hogy most már nem vettünk neki egy 20-asat, de gyakorlatilag felült az Attilának a 24-es bringájára, és simán tudott vele közlekedni. Úgyhogy egy ilyen alacsony építésű Csepel Woodland Zero egy ilyen könnyű aluvázas bringát kapott, azt tuningoltam egy kicsit rövidebb kormányszárral, meg nem hátrahajló nyerekcsővel, Tökéletesen tud vele montízni, már voltunk vele terepen is, meg egyebek, tehát abszolút nincs ezzel semmi probléma. Tehát ne, ne, vegyük, ne vegyük kényszernek azt, hogy 12, 16, 20, 24, viszont ne is erőltessünk nagyobb biciklit, ha a gyerek még nem biztosan ül rajta, vagy, vagy egyszerűen nem képes még a, a nagyobb lépcsőnek a, a, a meglépésére. És itt kell nagyon figyelni a geometriára, meg a súlyra. Tehát, hogy tényleg, tehát ha lehet, akkor egy gyerek még 20-as, 24-es méretben se legyen 10 kiló fölött. Mert egyszerűen szenvedés lesz a gyereknek bringázni vele. De akkor, hogyha jól értem, akkor a legfontosabb szempont, és amit most a geometriának a fekete mágiájából ki lehet venni, akkor az az, hogy minél alacsonyabb legyen a váznak az építése, hogy a gyerek biztonsággal le tudja rakni a lábát, és meg tudja támasztani magát. Igen, de ne csak az átlépő magasság, tehát a felső cső magassága legyen alacsony, hanem az a pont is, ameddig a nyerget le lehet tolni, mert főleg lánybicikliknél megcsinálják azt, hogy ugye, nyilván mivel lánybringa, ugye alacsonyra lejön a felső cső, de jó magasra felmegy a nyeregvász cső, és a nyerget ugyanúgy nem tud letolni. Tehát lehessen nagyon alacsonyra letolni a nyerget, és lehetőleg minél rövidebb legyen a felső cső Tehát a, gyakorlatilag a, a kormány, tehát a, a közepétől vízszintesen mérve a nyereg közepéig tartó távolság, az minél rövidebb legyen, hiszen annyira kell majd előre nyúlnia a gyereknek, és ez szintén egy nagyon fontos dolog, mert ha nagyon ki kell nyúlnia előre, mert hosszú a bicikli, akkor főleg a szűk kanyarok, vagy egyáltalán a kanyarodás, az baromi nehéz tud neki lenni. És ez megint csak ugye azt erősíti benne, hogy nem érzi magát komfortosan a biciklin, nem érzi magát biztonságban. Egy dolog megfogta a fülemet, hogy használtam vettetek bringát. Mit gondolsz -e erről egyébként, hogy csak újonnan szabad venni gyereknek bringát, használtan is lehet egy jó angabótot elcsípni, vagy itt mi a helyzet? Hát, ez egy baromi nehéz kérdés. Tehát én simán azt mondom, hogy lehet használtan is venni bringát, főleg az a probléma, hogyha mondjuk valaki a gyerekével pont abban a szerencsés helyzetben van, hogy végig lépkedi, hogy 12, 20, 24, tehát 12, 16, 20, 24, akkor az azt jelenti, hogy nagyjából két évente új biciklit kell vennie. És ha még szeretne ugye a szülő normális bringát is venni, ez ma már azt jelenti, hogy gyakorlatilag ilyen elindulunk ilyen, mondjuk ilyen 45 ezer forinttól, és akkor ilyen 60, 80, 100, 120, tehát ilyen lépcsőkben mennek a normális gyerekbiciklik. Tehát aki azt hiszi, hogy 19-9 év lehet kapni, az nagyot téved. Már régen se lehetett, nem még, nem még mostanában. És igazából a gyerekbiciklit lehet a legkevésbé árában eladni valamiért, akkor sem, ha jó állapotú. Tehát nagyjából az, az új ár felét lehet venni az eladási árnak akár egy egyéves karcmentes biciklinél is. A piac így árazza be, mert sajnos nagyon sok szülő nem akar szemmel látható összeget adni egy gyerek bicikliért, ezért ugye nincs kereslet a, a, a komoly drága gyerekbringák iránt, ezért lehúzta mindennek az árát. Viszont használt biciklit azt ugye az vegyen, aki valamilyen szinten azért ért a bringákhoz, mert addig, amíg egy kontrás bringáról beszélünk, ugye alapvetően 20-as méretig kontrások szoktak lenni a biciklik, nincs váltó rajta, semmi ilyesmi. Nagy gond nem lehet, nem fog elnyúlni a lánc, hiszen egy könnyű gyerek hajtja. De mondjuk egy 24-es bringánál, főleg ha jobbat szeretnénk, ott már van teleszkópos villa, ott már van váltórendszer, stb. Tehát ott már, ott már az összes olyan tudás meg kell, hogy legyen, ami egy rendes felnőtt bringa vásárlásnál meg kell, hogy legyen, ha használtan akarsz bringát venni. És én tapasztalatból, akár rokonságban, akár haveri körben nézve, kétfajta használt használt gyerekbringát látok. Az alig ült rajta a gyerek párszor, és egyébként karcmentes hibátlantól. Az eresz alatt tartott, éjjel-nappal, haverok által, mindenki által közös bicikliként nyúzott, lerúgott fosik. Tehát, hogy hogy van az, aki megveszi a bringát a gyereknek, de igazából nem fordít arra túl sok energiát, hogy a gyerek valamiért nem akar biciklizni. Tehát mindig kap egy új biciklit, mert az úgy elfogadott a lakótelepen, vagy a kertvárosi környezetben, de a bringába igazából 20 km nincsen. A másik verzió meg az, aki ilyen nappal hajtja, de igazából nem gondozza. És akkor tényleg, tehát ha mondjuk van egy ilyen, egy ilyen télen-nyáron garázsbeállón tárolt a bringa, amit mindig ér a, a nedvesség, meg a pára, meg minden, hogy gyakorlatilag átózéig tud minden tönkre menni, és gyerekbringához nincsenek is igazán így utólag megvehető jó alkatrészek, már főleg ezekhez a kicsikhez. Tehát az általában így a gazdasági totálkára szokott egy szinten lenni. De akkor praktikusan majdnem, hogy egyszerű végén használt gyerekbringát venni, mert látod vizuálisan, hogy egyébként szét van rohadva meg rostás, mint hogyha egy felnőtt bringát valaki vd 40 és komoly mennyiségű hogy hívják, mosógató szerelet is szitogatott volna magának. És főleg azt látom, hogy sokszor van úgy, hogy egy, egy, gyerek, ugye egy gyerek, általában nem kiméli a biciklit, tehát nem fogja kitámazgatni egyebek, tehát általában azt látod, hogy van egy hibátlan bringa, aminek még szőrös a gumia, de mondjuk lefoszlott a markolat, meg ki van szakadva a nyereg, mert nyilván azok leérnek, mikor ledobja a gyerek. Ezért ugye a legtöbb szülő az ilyen biciklitől menekül, hiszen látható külsérelmi nyomok vannak rajta. Ezért fillérekért meg lehet venni, és aki egy kicsit is szakavatottabb szemmel nézi, az dobrá utána egy nyerget nagyjából 3000 forint él, meg 1000-ért két markolatot, is van egy hibátlan biciklije. Tehát, ahogy mondtam, a 24-es bringától fölfelé viszont már nagyon figyelni kell a használt biciklikre, mert általában a komolyabb 24-es bringát már azoknak vesznek, ahol a, ahol a gyerek aktívan használja is, és ott már tényleg láncnyúlást nézni kell, kerekek állapotát, ha tárcsafékes a bringa, milyen fék van rajta, milyen betétek, stb. Simán bele lehet futni egy olyanba, hogy általában, hogyha mondjuk van egy tárcsafékes bicikli, azon fönt van egy egyszerűbb zoom tárcsafék, vagy valami ilyen, ilyen olcsó modell, amihez többe fog kerülni majdnem a fékbetét, ha egyáltalán találunk hozzá, mint féket cserélnénk rajta. Tehát ott már tényleg nem árt a szakavatott szem, hogyha egy, ha egy komolyabb ringát akarunk venni. Igen, mik azok az ismervei a felszereltségének, egy gyerekbringának, amire érdemes figyelni? Tehát fékek, váltórendszer. Hát kezdjük a kis bringáktól. Tehát általában ilyen 16-os, 20-as bringáig ugye kontrás lesz a, a bicikli, tehát alapvetően hátrafelé, ha tekernéd a pedált, akkor fékez. ezt a gyerekek, mikor már ügyesen bringáznak, kiváló csíkhúzó versenyekben tudják ugye megmutatni, majd utána, amikor apuka azt hiszi, hogy egyszerű lesz rajta külsőt cserélni, akkor rájön, hogy igazából egy kontrát nem is tud igazán szétszedni, meg összerakni, de ez már egy külön lapra tartozik. Talán egyszer majd egy szervizes adást is csinálunk. Viszont ami nagyon lényeges, hogy az első fék jó legyen rajta. Tehát még mindig látok a mai napig olyan bicikliket, amin ilyen, ilyen igazi, el, most elbaszottat akartam mondani, de inkább, inkább túl olcsóra sikerült ilyen kantifékek, véfékek, patkófékek vannak műanyagból, nyeklik, nyaklik, nem a gyerek kezéhez van tervezve a fékkar, nem bírja elérni rendesen, nem állítható a fékkarnak a markolathoz való távolsága, ami ugye nagyon fontos kisgyerekeknél, <kül> Tehát mindenképp, mindenképp olyan bringát kell venni, amivel, amivel biztonságosan meg tud állni. Én azt mondanám, hogy nem vennék gyerekbiciklit úgy, hogy azt az adott biciklit legalább a bolton belül ne tudja kipróbálni a gyerek. És egyébként szerintem ezért tarol óriásit a dekatlon gyerekbringa téren, mert ugye az áruházon belül ki van alakítva nekik egy tesztpálya, és konkrétan láttam olyat, hogy ott tanította meg a szülő biciklizni a gyereket a Decathlonos tesztbiciklin, mert egyszerűen gondolom nem akart neki úgy bringát venni, hogyha nem tud vele biciklizni. És tényleg ott nem fognak rátszólni, ha negyed óráig megy körbe-körbe a gyerek, és ki tudott próbálni, és ugye sok bringaboltosnak vagy nincs lehetősége erre, vagy egyszerűen férti a terméket, vagy nem akar ezzel kínlódni, pedig egyébként szerintem marketing szempontból a gyerek a legjobb befektetés, mert onnantól oda tudott kötni ahhoz a bolthoz sok-sok biciklin keresztül, és akár felnőtt koráig törzsvásárlód lesz. Tehát, tehát szerintem, a, oké, a gyerekbicikliken nincs nagy haszon, ezt így kerékpáriparból jöttünk, mind a ketten ezt tudjuk, viszont a legnagyobb későbbi hasznot ezt tudja hozni, hogy hol tudod kötni a gyereket a bolthoz a szülőkkel együtt. Na, de ebből most kicsit elkanyarodtunk, szóval térjük vissza a felszereltségre. Tehát azt mondja, hogy az első fék az, az egy nagyon lényeges pont, és ahogy ahogy megyünk följebb, tehát én már azt mondom, hogy ha lehet, akkor 20-as bringát is olyanba vegyünk, aminek van már hátsó féke is a kontra mellett. Mert ugye a gyerek megtanulja ezt, hogy hátra mozdítom a lábam fékez, viszont nagy meglepetés tud lenni egy 24-es biciklinél már az, hogy két független fékkel kell dolgoznia, melyik az első, melyik a hátsó, melyik kell, hogy fékezzen. Még ugye a kontrásnál benne maradhat az a reflex, hogy vész esetén kontrázik és megáll, de el tudja kezdeni megszokni a két fékkarnak a kezelését is. Tehát mindenképp célszerű olyan 20-as bringát választani, ami már van hátsó is, illetve hátsó fék is, ami kézzel működtetős. 24-es bringánál meg egyértelműen ugye már csak a, vagy a V-fék, vagy a tárcsafék jöhet szóba. Hát amin kantifék van, tehát ez, a, ez, az ilyen kicsit elalakú fék, egy ilyen háromszöggel összekötve, azokat messzire el kell kerülni, tehát azok már csak a leggagyibb kategóriában játszanak. És, és igazából a tárcsafékes bringáknál, meg a, meg a V-fékes bringáknál a gyerek pikpak meg fogja tanulni ezeknek a kezelését, főleg ha előtte már a 20 rajta volt. Azokkal már általában mindig könnyű megállni, mert ott már, ha nem is felnőtt keze van a gyereknek, de jóval, jóval méretesebb kézzel rendelkezik, ott már nem vérzik el azon, hogy mekkora a fékkar meg távolság. De ugyanis, hogyha a féknél maradunk, akkor egy... azt azért kijelenthetjük, hogyha látunk egy bringát, ami műanyag fékkar van, azért elég gyors fussunk el. Igen, főleg azért, hogy Ugye általában teljes műanyag fékkar nem nagyon van, ezek általában fémmagos műanyag fékkarok, de pont ezért, mert a fém nagyon pici benne, ezért olyan szinten rugalmas, akkor normális fékerőt nem lehet velük kifejteni. Tehát, tehát igen, ami műanyagosnak látszó fék, azt el kell engedni, azt az, az nem kell megvenni. Hát a másik szempontnak, hogyha fémből van a fékkar, és érezzük, hogy nyúlik egyébként, mint a takony, akkor valószínűleg az a gyereket sem fogja megállítani. Hát igen, igen, ugye itt nyilván meg lehet nézni azt, hogy mitől nyúlik a fék, ha egy kicsit ért hozzá az ember, mert lehet, hogy egyébként egy bovdenház cserével, vagy, vagy egy jobb fékbetéttel lehet ezzel javítani, de sarokpontnak azt mondanám, igen, hogy azt is engedjük el, és keresünk olyat, ami az első pillanatban megbízható, meg jónak tűnik, meg egyebek, mert, mert az mindig beválik, tehát, tehát nem kell ezzel játszani. Nagyon nagy a gyerekbringa kínálat Magyarországon is, tehát lehet keresgélni bőven. Hogy szóba hoztad a tárcsafékeket? Mennyi értelme van egyébként egy ilyen kis súlyi gyereknél tárcsafékben gondolkodni? Szerintem semmi. Tehát 24-es méretben vannak... Ah, nem. 20-as méretben is vannak már tárcsaféknek látszó tárgyakkal szerelt kerékpárok. Sőt, itt kitérnék arra, hogy ugye nagyon sok gyerek teleszkópos biciklit szeretne magának, mert az olyan menő néz ki. És ugye vannak 20-as bringából ösztelósok is, de igazából hogyha ezeknek az ára nem kezdődik 300 000 forint fölött, akkor ez az ipari szemét kategória, és még csak lefényképezni sem szabad őket. Tehát egyszerűen a 24-es bicikli az első, ahol olyan teleszkóp van benne elől, ami már működik a gyerek alatt normálisan, összes többinél egy csomó felesleges súly megballaszt. Ugye nyilván 24-es bingánál már vannak ösztelósok is, de azok is szintén így a 300 fölötti kategóriában kezdődnek, tehát hogyha alatta van az árcédula újonnan, akkor azt megint csak el kell engedni. Tehát a 24-es bringáknál jelennek meg az első hidraulikus tárcsafékek, Igazából semmi értelme nincsen, mert egy, egy normális véfék ugyanúgy megállítja bármilyen tempóról a gyereket, hiszen még mindig ilyen 30-40 kilós gyerekekről beszélünk. Abszolút, tehát a tárcsaféknek annyi előnye van, könnyebb kivenni a kereket, hogyha mondjuk szállítjuk a biciklit, de inkább hallgassátok vissza a bringa szállítós adásunkat, abba kivesézzük, miért nem, miért nem, jó szétszeregetni a bicikliket, és igazából hol jó szállítani őket. Tehát azt mondanám, hogy inkább, inkább, csak sznopság a 24-es bringánál az, hogy tárcsa fékes legyen, de ha mondjuk a gyerek eljutott odáig, hogy 24-es bringával már mondjuk versenyzik, és ha megnézzük, itt van például a Superior csapat, akik, akik nagyon komoly utánpótlás nevelési bázissal rendelkeznek, több száz gyerek, nevelődik most már a kezük között, akiket visznek ilyen gyerekversenyekre, egyebekre, ott már simán azt mondom, hogy van létjogosultsága, hiszen akár sárba is el fognak majd indulni versenyezni. Jóval nagyobb tempóval mennek, jóval technikásabb utakon mennek. Ott van valódi, van valódi előnye a tárcsaféknek, de a többieknek abszolút nincsen. Ehhez mondanám azt, hogy tehát az én gyerekeim 24-es bringája is véfékes egyszerűen nem adtam ki azt a pénzt amiért tárcsafékes lett volna. És nem utolsó sorban az a súly töblet, amit egy tárcsafék jelent, az, az ő szempontunkból is szinte egy nem elhanyagolható szempont. Hát igen, mert ugye itt azért alapvetően még belépő kategóriás féktárcsákról, meg tárcsafékekről beszélünk. Itt még van súlytöblet azért a, a tárcsafékes rendszer hátrányára. Nyilván egy XTX, tehát egy felső kategóriás több százezeres cuccnál már nincsen, de legyen minél könnyebb a bringa. És mi az álláspontod, ahogy említetted így az összeleszkópos bringákról a gyerekeknél? Hát, tehát mondom, nézegettem, amikor, a, amikor 20 bringákat néztem, meg 24-eseket néztem, néztem ösztelós bringákat, de mondom, tehát 3-400 ezer forint alatt onnan kezdődnek a komoly gyártók olyan ösztelós bringái, amiben levegős rugózás van, tehát tényleg be tudod állítani a gyerek súlyához. Az összes többi az az ipari szemét kategória, nem is kell vele foglalkozni, és ezt bárki előtt meren vállalni. Tehát, hogy azok csak egy felesleges súly, nem mozog a gyerek alatt, dög nehéz lesz a bicikli, a forgáspontok ilyen gagyi persejes, csúszó persejes vackok, minden szét fog rajta hullani, tehát el kell engedni, sőt, meg sem kell venni. De most, így, most szakmázunk egy picit. Be lehet egyébként egy rugós tagot állítani egy 30 kilós csessúlya, hogy ez rendesen mozogjon, rendesen beüljön? Tehát van benne annyi légvolumen? Meg, tehát, működik ez normálisan? Ez tök furcsa, amikor ezt a Csepel Woodland Zero-t megvettem a lányomnak. Rögtön felvettem a, a Kaposi Zoli barátommal a kapcsolatot, aki ugye forgalmazója a Santur teleszkópoknak hogy rendeljünk valami, valami levegős villát bele, mert ugye, ami gyárilag benne van, az egy ilyen sima elasztomeres villa, tehát egy egyszerű teló van benne. Majd sajnos nem találtunk gyorsan elérhetőbe olyat, ami jó lett volna, meg mondjuk megfizethető, és megjött a bicikli, és igazából tök jó mozog a villa alatta. Tehát szerencsére most már, tehát ebbe is egy szantúr villa van egyébként, nagyjából gyerekbringába a szantúr az egyetlen, aki olyan villákat gyárt, ami elérhető áru, és mozognak is rendesen. Tök szépen mozog a kislány alatt, aki tényleg ilyen 25 kg körülbelül, vagy 30, igazából nem is tudom, de jó szülő vagyok. Tehát tök szépen mozog alatta, mert nagyon puha rugó van belerakva gyárilag, ezért működik alatta, de ez nagyon ritka. Tehát mondom, én magam is a Bringa vásárlás előtt látatlanba ki akartam cserélni, mert általában nem szokott mozogni a villa a gyerekek alatt, annyira, annyira kemény a rugó benne és ha meg levegős villát veszünk, ez közben Zoli kiokosított ebbe, tehát innen látszik, hogy még egy bringás újságíró sem tudhat mindent, hogy ugye azok a teleszkópok, amiben csak pozitív levegőkamra van, azok nem alkalmasak nagyon könnyű súlyú bringásoknak, mert egyszerűen annyira le kell engedni a levegőnyomást a villába, hogy nem tudja megtartani a súlyt, és csak így összeesik. Tehát olyan villa kell, ami duáleres, tehát ami mind a két oldalról tudott fújni, tehát igazából elkezdtem bújni az eBay-t, hogy ilyen, ilyen 2000-es évjáratú Seed Dualert szerezzek valahonnan az eBay-ről, vagy valahonnan. Mert, mert, azok a villák azok, amik, amiket tényleg nagyon patentul be lehet lőni, aztán elengedtem az egészet, mert tök jól működik benne ez az olcsó rugós villa. Nyilván súlyban lehetne egy kilót nyerni egy, mondjuk egy használt seeddel de mondjuk a másik oldalon meg ki kéne adni 60 ezer forintot, miközben nem sokkal több vettem a gyerekbringát kompletten. Hát és akkor a másik a 2000 2000-es évekbeli villának milyen szerviz igényel lenne még, miután megvetted? Attól nem félnék, mert szervizelem én a másik gyerekbringát is, meg minden, minden kapható hozzá egyébként, tehát ez, ez tök meglepő, hogy tehát annyira, annyira divat lett ez a vintage kerékpározás, hogy mindent lehet kapni ezekhez a villákhoz, csak egyszerűen nem éri meg azt a, azt a pénzbefektetést szerintem. És még egy dolog van, amit, amit érdemes körüljárni egy picit a gyerekbringákon, ez a váltórendszer kérdése. És itt nem is a márkára vonatkozik a dolog, hanem az, hogy markolatváltós legyen, vagy pedig ez a két kis karral ellátott úgynevezett rapid fire rendszerű. Ugye az összes gyerekbringára markolatváltót raknak két okból. Az egyik, mert pontosan egy dollárba került, tehát egy filléres tétel. Másrészt úgy gondolják, hogy sokkal könnyebb a kezelése egy gyereknek, mint két karnak a, a mozgatása, hiszen több figyelmet igényel. Én viszont azt veszem észre az ismerettségi körbe, és a saját gyerekeimnél is, hogy sokkal könnyebben megtanulják ezt a kattingatós karos váltónak a kezelését, mint a markolatváltót. Mert a markolatváltón ugye forgatnot kell a váltáshoz, és egyszerűen nem, nem olyan pontos, meg nem, nem adja ki nekik annyira, mint az, hogy nyomok egyet a nagy karon, és akkor egyel följebb váltott. Tehát én le fogom cserélni nekünk is a, a Bori bringáján markolatváltóval, le fogom cserélni még a nyár folyamán Rapid Fire-re, mert, 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 igazából egyszerűbben tud vele megtanulni, váltani. Én érdekes, hogy ezt szóba hozod nekem. A Rapid Fire, amikor versenyeztem, én mindegy bringában az a volt szerelve. Egy, egy évben, amikor a Shimano kihozta az XTR-ből a fú, Dual Control volt. Dual a... Igen. Imádtam. A, a világvége volt az a technológia. De a súly miatt én is ö, grip shift próbálkoztam markolatváltókkal egy évben, Na, hogy nyerek rajta 50-60 grammokat, és az a mi bringáinkon az egy elég nagy súly többlet volt akkor már. De nem tudtam megszakni az Istenért sem. Valahogy annyira rossz érzés volt, hogy mindig kicsavartam a csuklómat, elengedtem a kormányt, amikor újra vissza akartam a készpozíciómat állítani, és azt el tudom képzelni, hogy egy gyereknél is egy döntő szempont lehet arról nem beszél, hogy oké, te versenyzéskor kesztyűbe versenyeztél, de most azért ki az, aki gyerekbiciklin kesztyűt ad a gyerekre? Egyébként tök jó lenne, mert tényleg, ha elesik, akkor jó, hogyha rajta van. De alapvetően a, a milyen miénk is csupasz kézzel bicikliznek, és ha izzad a tenyered, vagy esik az esőt, markolatváltót elforgatni, az mission impossible. Tomi, hogyha már végvettük itt a fontos szempontokat, és beszéltünk arról, hogy azért ki lehet egy-egy használt, jó használt bringet fogni gyerekből, ha újat veszünk, akkor hol, hol vásároljunk, vagy mi, milyen márkák vannak, amik jók? Hát én, ha szívemre teszem a kezemet, akkor azt mondom, hogy kerékpárboltba. Már csak azért is, mert egyedül a kerékpárboltba kaphatsz olyan segítséget, ami... Na. Ha szívemre teszem a kezem, akkor azt mondanám, hogy kerékpárboltba, mégpedig azért, mert valódi segítséget általában ott tudsz kapni. Tehát a bringaboltosok millió gyerekbringát eladtak már, millió egy gyereket láttak már biciklizni, megtanulni, bringára ülni, stb. Tehát nyilván ezeket a dolgokat, amiket én elmondtam, ez nekik is a kisújukban van, tehát alapvetően nem fognak szarbiciklit adni a gyerek alá, arról nem beszélve, hogy nem is árulnak általában nagyon szarbicikliket, hiszen utána a garanciális ügyintézését is nekik kell végezni, meg a szervizelését, és ilyen borzalmas kínai kotványokkal senki nem akar foglalkozni, amiket mondjuk ilyen nagy áruházakban simán eladnak, mert még rá is van írva, hogy a kerékpár garanciájához beüzemelés szükséges, tehát vidd el egy kerékpár boltba, szívjanak vele azok a továbbiakban. Tehát, ez, tehát ahol rá van írva egy kerékpárra egyébként, hogy további beüzemelés szükséges, azokat eleve el kell engedni, mert mi az, hogy úgy ad el egy áruház egy kerékpárt, hogy az nincs beüzemelve. Tehát szerintem az eleve nonsens. Én egyébként, hogyha ilyen fogyasztóvédelmi jogkörrel rendelkeznék, ezt úgy betiltanám a picsába, már hogy a fenébe, hogy, hogy ilyen a földön ne létezzen. Tehát ez körülbelül olyan, mintha megvennél egy autót, és utána azt tanált, hogy egyébként vidd majd még el egy szerelőz, aki beállítja rajta az injektorokat, meg a, meg a kerékdőlést, meg a mit talán, tehát hagyjuk már. Tehát egy bringát azt úgy vegyen át az ember, hogy ki lehet vele menni a biciklizni az utcára. Tehát ebből a szempontból egyértelműen a bringaboltok mellett van a, van a hangsúly. Ugye az egyetlen gond az szokott lenni, amit már említettem, hogy nem feltétlenül van hely, hol kipróbálni a biciklit. Általában a bringaboltok kisebb alapterületűek, nyilván vannak nagyok is, de de nem ez a jellemző. Még, még ugye, hogyha most megint a dekatlonhoz kanyarodunk vissza, mint sportáruházhoz, ott ugye megvan a kipróbálási lehetőség, ott viszont azért a mai napig a, a szakértelem hiánya az, ami, ami nekem van. Tehát én nagyon sokszor Inkognitóban figyelek ott a, a kerékpárosztályon, hallgatok beszélgetéseket, vevők és eladók között, és nagyon messze van még, pedig tudom, hogy képzik a dolgozóikat, meg, a, meg az eladóikat, de még mindig nagyon messze vannak egy egy alapkerékpárboltos szintű is tanácsadásban. Tehát egy dekatlomba szerintem akkor érdemes gyerekbringát venni, hogyha valamilyen szinten te tudod vezérelni az eseményeket. Tehát képbe vagy vele, hogy mit szeretnél venni, és arra pont megfelelő az, ami ott van. Te, mint praktizáló szülő, sokkal jobban tudod én, nekem még azért csak a holdban van ez a kérdés. De hogy Attilának és Borinak például tanítanak kreszt. Tehát amúgy az iskolában van ilyen alapvető oktatás, hogy megmondják nekik, hogy oké, okay, gyerekek, erre kell figyelni, hogyha bringáztak erre nem. Ez iskolája válogatja, ugye van egy van egy program itthon, és most az Eisenkram, mert Karcsi valószínűleg meg fog ölni, mert nem jut eszembe a neve, valami Bringa Suri, vagy nem tudom mi a, a programjuknak a neve, ami, ami, kifejezetten az általános iskolás gyerekeknek a oktatását segíti elő, viszont az a baj, hogy az iskolának kell azt hiszem pályáznia arra, hogy nála oktatást tartsanak, tehát ez nem nincs beleépítve az alaptantervben, nem kötelező érvényű az iskolákban, tehát például nálunk a fiamnak az iskolájában voltak a karcsék, illetve az emberei ilyet oktatni, amiben kerékpárkezelés, kresszoktatás sok minden benne volt, de van olyan iskola, ahol ez, ahol ez nem érhető el, pedig szerintem nagyon fontos lenne, tehát tényleg általános iskolás kortól már befogadóképesek a gyerekek erre, meg tudják tanulni a kresztáblákat, és meg is kell nekik tanítanunk, hiszen nem tudunk mindenhol bicikli úton menni, és tehát én ezért is mondom, hogy, és mindig megköveznek érte, hogy igen, a kerékpárosoknak is szüksége lenne jogosítványra, hiszen ha valaki kimegy az autók közé a forgalomba, akkor kell, hogy rendelkezzen kressz ismerettel. És oké, okay, nálunk ugye le tudja azzal az egész törvénykezés ezt, hogy a kreszt, mit tudom, a törvény nem ismerete, nem mentesít a következmények alól, vagy mit tudom én. Tehát, hogy oké, tudnod kell a kreszt, ha kimész az autók közé, de igazából ezt tudjuk, hogy baromira nincs így. Tehát felnőtteket látunk úgy közlekedni, hogy fogalmuk nincs a, a stop tábla, meg az elsőségadás kötelező tábla között. Vagy mondjuk tovább megyek, felismerik -e azt, hogy mi a kerékpár út, mi a kerékpár sáv, meg a kerékpár jel. Tehát, hogy igazából meg kéne tanítani a gyerekeknek az alapoktól, hogy mi a jobb kis Hogy igen, lehet, hogy neked van elsőséged de sok dolog van, amit el kell engedni, az autó ilyen, mert másfél tonnával kivasal, ha nem adja meg az elsőbséget akkor is, tehát hogy, hogy, én ezt így megpróbálom tematikusan beleverni a gyerekekbe, egymás mögött megyünk, nem akkor versenyzünk egymással, amikor a kint megyünk a közúton, azt majd lehet az erdőben, tehát libasorban megyünk, hogyha benézünk a kereszteződésbe, akkor is, ha elsőbbségünk van, mert ha valaki benézte, akkor ti haltok meg, tehát hogy szerintem a keresztoktatásnak kötelezően benne kéne lenni a nemzeti alaptantervbe, és most így majd megint kövezzenek meg, én mindig vállom ezt a dolgot, de szerintem fontosabb kéne, hogy legyen a kresszoktatás, mint a hittan. Mert abba senki nem halt még bele, hogy nem tudja, hogy kiválasztotta ketté az óceánt, de ha benézett egy jobbkezes utcát, és jött a kamaz, abban mondjuk bele lehet halni csúnyát. Imádom a pontos bibliai idézeteidet, de abban teljesen egyetértünk, hogy az számomra is teljesen nonsens, hogy gyerekek számára például nem kötelező a hordás. Ezzel én junior még csak most lesz fél éves, de nem tudok egyszerűen mit kezdeni vele. És, és ebbe az a vicces, hogy, hogy ez a szülőktől indult. nekem egyszer volt olyan, hogy településen belül elugrottunk valahova a gyerekkel, és én elfelejtettem felvenni a sisakot, és ház előtt állt, ültem volna föl a bringer, és rendszer a gyerek, apa, sisak. Tehát, hogy a gyerekeknek egy olyan automatikus dolog lesz fölvenni bringázáshoz a sisakot, hogy ettől szerintem jobban idegenkednek a felnőttek, mint maguk a gyerekek, mert tényleg ilyen, 5000 forinttól lehet már, most nem is azt mondom, hogy minőségi, de az európai szabványnak megfelelő sisakot kapni. Tehát nem lehet pénzkérdés az, hogy a gyereknek vegyünk-e sisakot, vagy nem. A kerékpárboltokban szerintem majdnem, hogy kötelező érvényű az, hogy az eladó adjon el gyerek sisakot is a gyerek bringa mellé. Hiszen ugye sokan azt mondják, hogy ó, hát hányszor bringa bringaboltba is, hogy jaj, de hát a gyerek csak itt biciklizik lassan a ház körül. Ezt elmondanám, hogy két ismerősöm halt meg lassú biciklizés közben, mert statikusan esni az egyik legveszélyesebb dolog. Tehát amikor mész, mész 50-60-nal és úgy esel, akkor ugye van egy perdületet, kigurulod, stb. Még, még, amikor így egyszerűen majdnem álló helyzetbe eldőlsz, és lefejeled a patkát, az ellen csak a sisak tud megvédeni. És nyilván itt van a kerékpáros klubnak ez a borzasztóan káros kampánya, hogy a sisak viselés elriasztja az embereket a kerékpározástól, meg ilyen hasonló bullshit, ez körülbelül ugyanannyira büntetném, mint a sorosozást, de de igazából tehát nem lehetne kiengedni a gyereket anélkül, hogy sisak nincs a fején. Köszönöm, most végre akkor nem én vagyok az egyetlen megér, meg nem értett és ellenálló, de ezt a kerékpáros klubtól én sem tudom érteni ezt a kampányt. Ez valaki, bárki, aki a kerékpározásért akar tenni, ez hogyan írhatja a az zászlójára azt, hogy a sisakordás nem egy élet fontos, életbevágóan fontos cselekedet. Szerintem ez körülbelül olyan lehet, hogy találtak valahol egy tanulmányt, ami kimutatta valamilyen kontrollcsoporton, azt az eredményt, amit ők kommunikálnak, de ez körülbelül olyan, mintha azt mondanánk, hogy, hogy mennyire életveszélyes a Tesla-nak az önvezető módja. Igen, mert reflektorfényben van az a pár baleset, ahol mondjuk az önvezető rendszer hibázott, de mondjuk arról nem szólnak a hírek, hogy mennyi helyzetet mentett meg az önvezető rendszer, és most nem csak a Tesla-ba, tehát nekem is benne van az autóba, ugye ez a vészfék asszisztens, és volt már legalább két olyan alkalom, amikor azért nem csattantam bele figyelmetlenség miatt az előttem menőbe, mert ráfékezett magától az autó. Tehát, hogy tehát ez ilyen, ez ilyen bullshit igazából. Horngyulától szeretnék idézni egyet. És ez... De mi vagyunk az egyetlen sportpodcast, aki Horngyulától idéz. Na és? És valahogy erre a sisakordásra nekem is ez a válasz, hogy nem tetszik? Na és? Kit érdekel? Ha nem akarsz sisakot hordani, akkor nem kerékpározol. Tehát ez, ez ilyen baromi Igen. egyszerű, hozzá tartozik. Elgázolnak egy szabálytalanságért, mert mondjuk te átmész a piroson, ami egy életszerű helyzet, és elgázolnak, akkor, ne annak a szerencsétlennek kell ilyen élete végéig a lelkismeretével elszámolni, hogy te mondjuk csak szívószalon keresztül tudod felszívni a vadast. Igen, arról nem beszélve, hogy szerintem a legkárosabb az, amikor a gyerekre rá akarjuk kényszeríteni a bukósiakot szülőként úgy, hogy mi magunk meg nem veszük föl. Példamutatás. Példamutatás. Igen, meg hát a gyerek gyakorlatilag mi másból tanul ugye az első 10-12 évében, mint a szülői mintából. Tehát ha a szülő mindig felveszi a sisakot, a gyerek is felfogja. Ha a szülő nem megy át a piros lámpán, a gyerek se fog. Ha a szülő ismeri a kreszt és megtanítja a gyereknek, a gyerek, is fogja tudni a kreszt, és valószínűleg nem fogják elütni. Nyilván vannak balfék autósok is, mint ahogy vannak balfék kerékpárosok, meg motorosok. Mindig is utáltam ezeket az ellentéteket, hogy bezzeg a biciklis, meg bezzeg az autós egy nap Pesten legalább annyi balfék autóssal találkozok, mint szabályokat leszaró kerékpárossal, de szerintem ilyenben nem lehet egyébként semmilyen mint kimondani. De hogyha a gyerekedet megtanítod normálisan közlekedni, akkor már egyen kevesebben lesznek a balfékek közül. Hogyha most már ilyen márványtábára felvéssük a szabályokat, és azt mondjuk, hogy sisakot mindenképpen kötelező hordani, akkor mik azok, amire még figyeljünk oda, mint praktizáló szülő? Hát én azt mondanám, hogy a gyerek kerékpározásának oktatását, tehát így a, így a, legelejétől kezdve, ne parkolóba, meg ne olyan helyen kezdjük, ahol rajtunk kívül más is befolyásolja az eseményeket. Tehát elég egy gyereknek arra odafigyelni, hogy egyáltalán kört tekerjen, még, még arra figyelni, hogy esetleg kitolat egy autó, vagy most megint jön befelé egy, vagy egyebek. Nyilván, ha most Budapestet nézzük, van már rengeteg kresszpark, meg olyan, olyan játszópark, ahol van kifejezetten bringázáshoz gyerekeknek kialakított felület. Épp momentem el Budapesten a Szilas Park mellett egyszerűen döbbenet, hogy milyen, milyen gyerekbringa mennyországot építettek oda. Tehát nem csak az, hogy kresszpálya van, van pamtrek pálya, tehát ahol ilyen, ahol ilyen ügyeskedve tud gyerek végig menni ilyen hullámos pályán. Tehát ilyen helyeken lehet megtanítani a gyereket igazán biciklizni, ahol nincsenek zavaró tényezők, oda lehet rá figyelni. Persze nyilván vidéken valószínűleg kevésbé vannak ilyen parkok, de vidéken is lehet találni egy olyan helyet, ami autók elől elzárt terület, és tényleg meg lehet normálisan tanítani a gyereket bringázni rajta. Azt is mondanám, hogy ugye nagyon sokan mi is úgy tanultunk meg szerintem biciklizni, bár erre nincsenek emlékeim, hogy ugye valamilyen botot bedugtak hátulra a nyereg alá, és akkor ezzel próbáltak minket ugye irányítani, meg megtartani. Szerintem ez a legnagyobb butaság, mert ugye sok gyerek van, ez is gyerekfüggő, sok gyerek van, aki egyszerűen így rádől valamelyik irányra, majd ott érzi, hogy te tartod, és akkor gyakorlatilag részéről az egyensúlyozás így el van intézve. Tehát én azt mondom, hogy amikor már a, a pótkereket felhúztad maxállásba, tehát már tud billegni a bicikli, érezni fogja a gyerek, hogy hogy tud menni, és ha levetted a pótkereket, akkor síkon kezdjél el mellette futni. Úgy, hogy a vállán van egy nagyon picit a kezed, de nem tartod egyáltalán, és tényleg csak abban a pillanatban markolsz rá, amikor úgy érzed, hogy hogy az egyensúlyát elveszíteni. Általában 10 perc és 1 óra közötti időtartam, és a gyerek önállóan biciklizik. Tehát, hogy nem szabad ezekkel a külső ilyen, ilyen eszközökkel sem erre sem feszegetni a gyereket, hiszen te nem érzed, hogy az ő egyensúlyérzéke éppen mit érzékel, és lehet, hogy pont egymás ellen dolgoztok egyébként, mert te balról próbálod visszadönteni, ő meg pont balra szeretne dőlni, tehát hogy ennek így, ennek így kevésbé van értelme. Illetve ami még nagyon lényeges, hogy ne erőltesd a biciklizést. Tehát annyi szülőt látok, aki valami megfelelési kényszer miatt, vagy mert már a szomszéd pistike tud biciklizni, gyakorlatilag ordítva próbálja a gyereket ránevelni a biciklire, meg hogy hogy biciklizzen, meg egyebek. Tehát ez, ez a legrosszabb dolog, mert tényleg pikpak meg lehet utáltatni a gyerekkel a kerékpározást. Tehát hagyd, hogy a gyerek a saját ritmusába tanuljon meg biciklizni. Tehát nálunk is volt, már voltak olyan haverok, akik konkrétan azon rögtek, hogy oh, neked a gyerek még mindig kitámasztó kerékkel biciklizik. Igen, és akkor mi van? Mára meg a gyerek jön le utánam az ösvényen és akkor mi van? Most visszakérdeznék, hogy az ő gyereke hol áll. Tehát, hogy, hogy, ezek annyira nem mérvadóak, hogy kettő, három, négy, öt, hat évesen egy gyerek hol áll biciklizési hierarchiában, hogy tehát ezeket el kell engedni. Tudom, hogy a szülők között ez is egy ilyen pöcsméregetés, hogy az ő gyereke már, már így biciklizik, meg úgy, de, de el kell engedni, mert tényleg csak a gyerekre teszel egy olyan terhet, amit abszolút nem kellene. Sok szempontból azért ez a bringászhatás és egy szülőnevelés és egy türelmi sport, hogy a gyerekre figyeljél, nem pedig arra, ami a te elvárásaid. És valószínűleg azoknál az embereknél, mint te meg én, ez hatványozottabban nehezebb, hiszen van egy emléked a bringázásról, már sportként űzöd, és ezáltal ugye nehéz ettől elvonatkoztatni, és inkább csak arra tekinteni, hogy a gyerek érezze jól magát. Mert igazából erről szól, hogy ez egy játék neki, ez egy öröm, nem pedig egy sportként tekint még erre. És tényleg nagyon durva, tehát én borzalmasabb szülőket nem láttam még soha életemben, mint akik kerékpár versenyre viszik a gyerekeket. Tehát emlékszem, hogy nem is tudom, ilyen három-négy évvel ezelőtt Dunamaraton indult Esztergomból, és volt előtte gyerekverseny ott az Esztergomi rögbi pályán, ahova még a Bori futó biciklivel úgy döntött, hogy ő szeretne elindulni rajta. És amikor, és én úgy voltam, hogy just for fun, oké, okay, menjél, beérsz, ahol beérsz, hát mit számít? Hát gyakorlatilag verseny versenyért, tehát hogy tehát ennél már csak így a papír, papír sárkány eregetés durvább, tehát és voltak olyan szülők, ordítva futottak a gyerek mellett, káromkodva, hogy mit csinál, és akkor itt beszélünk, érted, négy-öt-hat éves gyerekekről, és a lányom az jó erőben volt, tehát megnyerte kvázi az abszolútat, tehát a fiúk előtt is bejött, és egy szülő gyakorlatilag nekem állt, hogy hogy lehet az, hogy, és ez és ez szabályellenes, meg ezért, tehát magából kikelve nem is értette, hogy hogy lehet az, hogy egy lány gyorsabb lett a fiánál. Tehát, hogy én meg nem is értettem a helyzetet, hogy egyébként számít, tehát, hogy kapnak egy szép érmet, mai napig tükrőrül, hogy ő nyert egy bringa versenyt, de ha nem nyert volna, akkor se lett volna törés az életében, mert azért vagy te a szülő, hogy elmagyaráz neki, hogy figyelj, tehát azért biciklizé, hogy jól érez magad. Tehát nyilván van majd a versenysport később, meg egyebek, de ha már az elején így ráerőlteted ezt a versenyzést, meg egyebeket, szerintem olyan szinten fogja otthagyni a kerékpározás világát, mint a villám. És valószínűleg ez a többi sportágra is így lehet, csak abban nem látok bele. Utána elmentetek, nyaltatok egy fagyét, és Bori attól volt még a legboldogabb, hogy együtt töltöttetek időt. Igen, igen, igen. Tehát, hogy egyszerűen nem, nem szabad ennyire véresen komolyan venni, és, és nem szabad még szerintem tizenéves korba se ennyire véresen komolyan venni a bringa versenyzést mert a gyerekeknek az egy, az egy, jó buli kell, hogy legyen, hogy ott haverokkal, vagy oki ellenfelekkel, de, de igazából fair küzdelemben csatáznak, egyszer az egyik nyer, másikszor a másik nyer, és tényleg a szülők őre tudnak menni, és magukból kikelve, tényleg káromkodva ordítani a pálya szélén, ami szerintem így a legalja az egészbe. És mindezt olyan szülőkről beszélünk, akik maguk is versenyeznek, mert mondjuk esetleg mezben álltotta a pálya szélén agyrém. Ráadásul lássuk hogy azért oké, okay, elkészítjük itt a kerékpársportot, hogy nem egy jó irány, de azért lehetne rosszabb sportot választani, mint a kerékpár. még. Ad egy rendszert az életednek, szabálykövetés, kötelességtudat, azért nem egy, nem egy rossz sport. Hogyha így nézzük, hogy mondjuk hogyan formázza a jellemet. Igen, hát nálam például pont az van most, hogy ugye Attila birkózik most már több mint egy éve, és és ugye mivel felső osztályba lép, ugye hát a birkózást is komolyabban kellene venni, tehát most már ilyen kvázi két naponta vagy naponta edzések lennének, meg egyebek, és megmondom őszintén, nem szeretném, hogy a gyereknek karfiol legyenek. Tehát, hogy, hogy oké, okay, tök jó, sportoljon valamit, csak ne a birkózás legyen, és majd most biztos a birkózó kommentelőkönek egy gyönyörű sport, meg, meg tényleg, tehát látom, amikor egymásnak feszülnek, baromi jó, meg kifáradnak az edzésen, csak nem akarom, hogy maradandó nyoma legyen annak, hogy ő milyen sportot űz. És ez egy tök nehéz dolog, mert látszik rajta, hogy szereti, és hogy magyarázod elszülőként azt, hogy hát nem biztos, hogy ez lesz a legjobb irány. És nyilván, tehát nincsenek, nincs sem olyan tehetsége hozzá, sem olyan ambíciói, nem lesz belőle olimpiai sportoló, meg világbajnok, meg egyebek, és azért meg miért töreted össze a füleidet. Tehát, hogy ez ilyen dilemma. Most akkor inkább nem szólok meg, hogy nekem 22 évesen műteni kellett a térdemet a bringázástól, de ezt a sztorit majd máskor meséljük el. Igen. Minden sportnak nyilván vannak árnyoldalai. A karfiol fül az egy running gag, azért lássuk be. Tomi, köszönöm szépen azért, én ebbe inkább hallgató társ voltam, mintsem résző podcaster. De hát most már neked is megszületett a gyerek, úgyhogy hamarosan te is gyakorolhatod ezeket a dolgokat, és majd jönni fognak a bringás ismerősöktől a jobbnál jobb tanácsok ezzel kapcsolatban. Igen. Tehát egyrészt már végigfutott a következő hat évre a terv, hogy hogyan fog Junior majd sportolgatni, vagy mit fog csinálgatni, meg a kosárlabda, az úszás, a futás, a bringa, az atletizálás mellett még mi mindent fog majd csinálni és téged ismerve mindenhez ott lesz a felszerelés a szekrényben. De az egy dolog, hogy neki lesz felszerelés, és nekem is kell, hogy legyen a saját felszerelésem. Tehát, hogy pont azért kezdtem el most mountain is nézni, hogy hát nyilván nem akarom ráengedni országútra a gyereket. Mikor engedném majd rá mondjuk egy, mondjuk egy 5-6-7-8 év múlva egyáltalán. De hogy nyilván ne kell egy mountain bike most, amikor még csak fél éves, hogy majd mehessek vele. Egyébként ez egy nagyon nagy dilemma, hogy ha a gyereket tereled a biciklizés felé, és mondjuk tetszik neki, tehát azért valljuk be, tehát én, én mindig is Montisnak éreztem magam, de a kerékpár sportok királya azért az országút de nem szeretném, hogy országútra menjen ki edzeni, sem egyedül, sem többet magával. Tehát, hogy a montenbájkozás szerintem százszor biztonságosabb sport, mint az országútizás ma Magyarországon, vagy gyakorlatilag akárhol a világon. Ebbe teljesen egyetértek. Tehát, hogy belebújva most az édesanyám bőrébe, és elgondolva azt, hogy én 15-6 évesen egyedül bringáztam itt, Esztergom, Visegrád, Budapest, Vörösvár között, valahol éppen, több órára, és akkor még ugye az nem is volt annyira elterjedt a mobiltelefonozás. Isten se tudta, hogy éppen hol vagyok, mit csinálok, csak az, hogy bringázok. Hát nem tudom, Junior G nem valószínű, hogy ebbe az irányba lesz terelve. Olyan. Oké, mondjuk azért azt, az már, tehát mondjuk 20 évvel ezelőtt más volt a forgalom is, meg a közlekedési morál talán, de, de jó, igen. De nem azt jelenti, hogy nem bringáztatnám, hanem csak az, hogy sokkal szívesebben venném, hogyha mountainbike bike de mert az egy kontrolláltabb közeg talán ebből a szempontból. Igen. Viszont tényleg, ha már itt ugye bezártuk egész a 26-os gyerek bringákig a sort, én azért azt mindenképp megemlíteném, és akkor legyen ez itt akár a reklámhelye, hogy ha komolyabban akarod tanítani a biciklizésre a gyereket, akkor azt ne te tedd, mert én is mondhatom azt, hogy oké, okay, értek a kerékpározáshoz, tehát a hegyi kerékpározáshoz, tudom, hogy kell lemenni egy lejtőn egyebek, de nem tudom úgy átadni a gyereknek, hogy, hogy az könnyen érthető legyen, és másrészt, tehát engem nem az oktatójának tekint, hanem az apjának. Tehát ha ilyen ambíciói vannak a gyereknek, akkor Írassátok be a Superior csapatba valamelyik edzőhöz, vagy va, ugye most már sok helyen tartanak edzéseket, és tanítsák meg őket valóban biciklizni edzők. Mert egy edzőtől tök máshogy fogja elfogadni a, kvázi a szidást is, a dicséretet és egyebek. Tehát ő nem az apjuk lesz. És ez nagyon sokan összekeverik, hogy majd én megtanítom, mert én értek hozzá. És még ha érte, értesz is hozzá, te az apja vagy, és nem az edzője. Tehát ez nagyon nagy különbség. És sokakat látunk bringázni, meg Montizni úgy, hogy alapvető technikai hiányosságokkal küzdenek, és hiába erős versenyzők egy sziglakerben nem tudnak lejönni, amit egy 9 éves gyerek meg tud oldani, aki mondjuk egy normális technikai edzővel készült. Hát erről én sokat tudnék mesélni, hogy én nagyon későn kezdtem el komolyan sportolni, és pont ezek az ilyen technikai deficitek nagyon-nagyon jelentkeztek az első, hát most mondanám azt, hogy 5-6-7 évében a karrieremnek. Inkább az első kétharmadában. És ilyenkor a volt sokszoros országos bajnokot, Vince Fizerge Zsoltot tudnám idézni. Egy versenyt az emelkedőkön lehet megnyerni, és a lejtőn lehet elveszíteni. Tehát, hogy az, hogy te baromi erős vagy, és mennyire tudsz jól fölfelé menni, de hogyha nem vagy technikás versenyző lefelé, főleg egy, egy mai hegyi sportban, gyakorlatilag ki fognak kerülni, mint egy pocsolyát. Legyen ez is a zárszó, Tomikám. Nagyon szépen köszönöm az infókat. Legyen. Köszönjük nektek is, hogy meghallgattatok. Még egyszer a Patreonos támogatóinknak, hogy támogattok minket. Jövő héten találkozunk, és vigyázzatok magatokra. Sziasztok! Sziasztok! Kontra.